Köszöntöm nézőinket, ahogy az már oly sokszor ma este is bebizonyosodik, a képviselő is csak ember, kerekes Csabát köszöntöm sok szeretettel. Csaba, itt nagyon sokan elmondták már, hogy nem tőzsdjükere, szexárdiak, a gyerekkori élmények máshová kötik őket, és hát jelen esetben ez nálad is így van, hol töltötted a gyerekkorodat, egyáltalán hogyan emlékszel az első évekre. Tiszteltel köszöntöm a tévénézőket! A gyerekkorom az Vas megyéhez, egy kisvároshoz kötődik, Celdömölknek hívják azt a várost, egy olyan 12-13 ezer lakosú város, ott születtem és ott éltem egészen addig, amíg el nem kerültem egyetemre. Nagyon-nagyon szép évek voltak. Nagyon szerettem azt a városban, hogy nagyon kedvesek voltak az emberek, és nagyon nyíltak az emberek, és őszinte szeretettel tudnak egymás iránt megnyilvánulni, és nagyon sok esetben tapasztaltam azt, hogy rendkívül segítőkészek és őszinték. Lehet, hogy másabb világ volt akkoriban, és most már ott is másabbak az emberek, de, de úgy érzem, hogy fontos az, hogy az ember körül olyan környezet legyen, akik uh, szeretettel öleli körül, és, és bizalommal lehet hozzájuk fordulni. Ott voltam, óvodás, általános iskola, gimnázium, akkoriban meg is lepődött meg is lepődtek többen azon, hogy egy ilyen kisvárosból is el lehet kerülni egy távoli országba egyetemre, de hála istennek sikerült. Tehát ez egy... most egy nagy lépés volt, tehát ez azt jelenti, hogy a gimnáziumi ö, évek után, a középiskola után, akkor te külföldön kezdted meg a tanulmányaidat. Pontosan, pontosan, még az előző egy csöpet mondok, hogy a az egy Máriak egy hely. És az én életemben nagyon fontos a, a vallás, és én katolikus vagyok. és ö, nagyon sokat kaptam még az ottani egyházközségtől, az ottani eh, hívő emberektől, és eh, tehát ez, ez, nem egy újdonság volt, ez nem. már a rendszerváltozás előtt is, amióta eh, csak az eszembe tudom, hogy nekem természetes volt. Tehát az a, az a környéken, ez azt hiszem, hogy ő kicsit másképp is ő, volt, mint az ország más területén. Tehát ezt, ezt, még úgy szerettem volna elmondani, ez egy nagyon-nagyon fontos momentum az életemben. És akkor utána, amikor a gimnáziummal végeztem, akkor felvételiztem Pésre, akkor még Ánusz Panősz Tudományi Egyetemre, Közösségtudományi Karra, de akkor még létezett ilyen, hogy helyhiány miatt nem vették fel az embert. Engem nem vettek fel helyhiány miatt. És akkor elmentem a Magyar Vasutak berkeibe, pályamunkás voltam, illetve figuráns, az azt jelenti, hogy ilyen lécet kellett tartanom a földmérők számára. Ez Budapesten volt? Nem, ez ott Vas megyében, Celdömölkön jártunk a vasútpálya mellé, és ott a mérregettünk. Ott. De ez tartott egy másfél hónapig, mert engem rendkívül zavart, hogy unalmas volt ez a dolog. Tehát ha nem kell semmit se csinálnom magyar, és ez engem rendkívül zavart. És akkor a keresztanyám egy szomszédban lévő kisfaluban volt igazgató helyettes, és mondta, hogy keresnek képesítés nélkül napközis nevelőt. És engem ez nagyon megragadott, és elmentem abba a kis nagy simonyiba, amely egyébként a legenda szerint Dugovics Titus szülőhelye, és ott voltam képesítés nélkül napközis nevelő, a felső tagozatnak volt a napközis nevelője egy éven keresztül, Mellette akkor készültem a felvételire. Annyi változás történt, hogy a apám barátjának a tanácsára megpróbáltam külföldi ösztöndíjat megpályázni, így felvételiztem, és felvételt nyertem Berlinbe a Humboldt Egyetemre, a Magyar Nemzeti Bank ösztöndíjásaként pénzügyi gazdálkodás szakra. Igen. Ezután jöttek a katona évek, nem is, csak egy katona év jött ezután, mert akkor az összes külföldi ösztöndíjást, azt behívták katonának, és így kerültem egy évre Szegedre. Hú, hát akkor ezek nagy ö, ugrások. Tehát azt jelenti, hogy Berlin után jött a, a katona év, nem, vagy nem. még Berlin előtt, előtte, akkor előtte, még előtte még Szegeden voltál egy évet. Igen, akkor ezek Szegeden szerint voltam egy évet katona, nagyon kemény katonai év volt az, hiszen ott akik ilyen egyetemi előfervették voltak, azok nem tartoztak a legszimpatikusabb körbe, főleg azok, akik külföldi ösztöndiasak voltak, mert azok, akik ott voltak, öreg katonák, azoknak uh -huh. hosszabb ideig kellett katonai. De az, 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 aki volt katona, az tudja fontos, hogy miről, ez, be... miről beszélek. Nagyon-nagyon keveset tudtunk ott lenni, tehát képzelni, hogy Szegettől Szeldemők az ország teljesen más részén lévő pont, tehát egyik ott van az osztrák. Nehéz volt ez neked? Nehéz, nehéz. Nagyon nehéz volt, mert kiszakadtam egy olyan környezetből, akiket nagyon szerettem, és új embereket kellett megismerni. De engem az ilyen nehéz helyzetek, mindenféle nehéz helyzet, először egy picikét lesújt, és akkor utána viszont még jobban doppingolt. Tehát akkor egy ilyen exponenciális hatást fejt ki, tehát még jobb, még nagyobb, erősebb rendületbe hoz. És megpróbáltam úgy viselkedni ott a hadsereg berkeim belül, hogy Többieknek is ö, ö, szimpatikus legyek, vagy ö, természetes az egész életem, megpróbálok természetes maradni. Köttettek nagy katona barátságok? Voltak barátságok, nagy barátságok voltak. Vannak olyanok, akikkel mind a mai napig ö, barátság vagyok, érdekesség, kedvér, például potápi. Árpi barátom, és ott volt katona, jó lett, hogy akkor nem külföldi volt, de utána meglepődve tapasztaltam, hogy bekerültem Tolna megyébe, hogy itt van egy barátom, aki vagy voltam katona. De az országba szerte mert vannak barátaim, illetve ismerőseim, akikkel együtt jártunk, illetve együtt voltunk katonák, mert akik akkor utána a Szovjetunióba mentek egyetemre, Bulgáriába, Jugoszláviába, illetve NDK-ba, azok mind ott együtt voltunk katonák. Tehát a média is jó pár olyan ismerős van, aki, aki akkoriban ott volt katona. Csaba, még mielőtt mennénk tovább, és természetesen a külföldi tapasztalatokról érdeklődnék, egy kicsit még hat kérdezzelek a, a családról. A szülők mennyire befolyásoltak téged bármilyen döntésben, egyáltalán Mennyire egyengedték a te pályádat, vagy hagytak tudatosan egymagad végig menni a kijelölt úton. Tudatosan ö, támogattak olyan tekintetben, hogyha nekem olyan kérdésem volt, hogy szerettem volna nyelvet tanulni, akkor azt ö, abban segítettek, hogy, ö, hogy annak a finanszírozását biztosították. Egyébként édesapám a a vasútnál volt, államostaknál volt építésvető, édesanyám pedig ugyanennél a, ugyanennél a vállalatnál volt, egy 1200 fős vállalatnak volt a bércsoport vezetője. <laughs> és, Testvérek? Teste, van egy öcsém, négy éve fiatalabb nálam most fog házasodni nyáron, és pedig ott maradt Szeldömölkön, tanárember lett, és a ottani Szent Benedek katolikus általános iskolának az igazgató helyettese. Úgyhogy egy nagyon boldog életet él. Tehát egy nyugalmasabbat, mint mondjuk az én vállalkozói létem. És erről sokszor beszélgettünk köcsémmel, hogy most akkor tulajdonképpen az ember hol ér el az öröméhez az életbe. Az, hogy egy bizonyos fokig anyagilag nagyobb szabadságot bírva tud mozogni az életbe, de nagyobb feszültségekkel is és nagyobb korlátokkal, vagy pedig az, hogy ténylegesen <coughs> elnézést hol anyagilag nem annyira szabad, de megtalálja az örömöt és a a szeretetet, amit kap a diákoktól, illetőleg a szülőktől. Tehát ezen sokat gondolkodtam. Ez valóban egy érdekes kérdés. érdekes kérdés. kérdés. És a szüleimnek nagyon sokat köszönhetek, édesapámnak is és édesanyámnak is. Édesapám az egy nagyon-nagyon kemény ember, és talán őtől örököltem azt, hogy eléggé szókimondó vagyok. Őnek is szerintem volt ebből nem az, hogy nehézsége, de talán problémája azért, hogy ő mindig megmondta őszintén a véleményét és ezt már akkor sem, most meg aztán főleg nem, nem tolerálják. Jó lehet a legjobb szándékkal tette, azt nem mindig csak a jobbító a szándékkal, de az embereknek úgy tűnik, hogy nem, nem kedvező az, hogyha megmondják saját szemükbe azt, ami kritika. Jó lehet, én ezt értékesnek tartom, mert a hátam mögött viszont nem mond mást. Én úgy látom, hogy most már inkább azt, hogy szembe azt mondják, ami nem okoz problémát, a hátam mögött meg sok esetben azt tapasztaltam, hogy teljesen más vélemény mondanak. Édesanyám pedig egy hatalmas szeretettel megáldott lélek, tehát óriási, óriási szeretet lakik a szívében. Ezt, ezt mind a mai napig tapasztaltam, hiszen csak egy egyszerű példát mondok rá. Tényleg úgy hívják édesanyámat, ott őket, Vázsbája Jóságos Ili Tehát, tehát mm -hmm. akkor ez talán valamilyen szinten egy, egy visszajelzés arra, hogy ő, ő milyen lelkiséggel, milyen életbölcselettel éli minden napjét. Egyébként most már 60 6 éves lesz, és mind a mai napig aktívan dolgozik. Édesapám is, hál' Istennek, nagyon jó egészséggel van megáldva, tehát semmiféle betegség nincsen, és mind a mai napig dolgoznak. Tehát úgy, hogy van egy kis telkük ott, 7 km ott a de édesapám oda hetente egyszer-kétszer kiáll biciklivel, Azért ez, azt mondom, 67 évesen nem egy rossz mutatvány. van, és maradjon ez így még nagyon-nagyon-nagyon hosszú benne. évekig és sokáig. Csaba, visszakanyarodva a külföldi tanulmányúthoz, tehát jött Berlin. Hogy élted meg, mi történt ott? Hát először le voltam sújtva olyan tekintetben, hogy az ember kikerült Berlinbe, mégis a NDK fővárosa volt, és az itthoni elsajátított német nyelvtudás, az, az nagyon-nagyon kevés volt. Tehát én először nem értettem semmit. Tehát megkérdeztem azt, a, kikerültünk a kollégiumba, hogy megkérdeztem, hogyan tudok bemenni a tévétoronyhoz, amit elmondtak. ez semmit nem értettem belőle. Tehát amikor meg kell szokni azt, az ottani a beszélt a nyelvet felvenni, egyáltalán azt, hogy az ember elkezdjen tudni úgy kommunikálni, hogy megértsejetek, megértsék, ez egy nehéz időszak volt, illetőleg az, hogy akkoriban nekem még azt mondták, hogy nagyon ritkán jöttünk Hava, haza Magyarországra évente négyszer. Hát akkor elképzeltem, te jó isteni, most voltam katona, hát akkor még többször voltam ott, mind Berlinből. De aztán nyilván, hogy akkor azult a világ, és akkor ez másképpen alakult, sőt, utána akkor már volt egy olyan lehetőség, hogy mi szinte ahányszor akartunk, át tudtunk járni Nyugat-Berlinbe, és akkor már Magyarországon megindultak a változások, endékkel az eléggé merre volt ebben a tekintetben, Szerintem ott a csoporttársaink, az évfolyamtársaink azok ö, valamelyest rossz szemmel is néztek ránk, hogy népességgel volt a szocializmus politika a gazdaságtanáról szóló szeminárium, majd pedig mi fölültünk az sbar és átmentünk és megnéztük, hogy akkor hogyan néz ki másképpen a világ. És akkoriban nyugatben egy nagyon-nagyon jó hangulatú város volt. Tehát ö, rengeteg nációból voltak ott emberek, tehát ott eleve amerikaiak, franciák, ö, nagy nagyon sokan, és nagyon ö, erősen pulzáló város volt, rengeteg kulturális kínálattal, szuper volt az egyetemnek a könyvtára nyugat -Berimben. de szóval nagyon jó volt, több koncerten tudtunk részt venni. nagyon-nagyon barátságosak voltak a csoporttársaink. de nagyon nagy szeretettel fogadtak, együtt voltunk, kapásból úgy nyitottunk, hogy volt egy három hetes almaszüret, Hát ami arról végig is két hétre elmentünk, csak egy hetet voltunk ott, mert akkor volt egy lehetőség, hogy haza tudjunk jönni Magyarországra. De egyébként a tanulmányos során mindig segítőkészek voltak. Keménye volt olyan tekintetben az egyetem, hogy nem olyan jelleggel működött, mint Magyarországon, hogy volt egy vizsgai időszak, és akkor beszámoltunk, ezeket elment az ember letenni a vizsgáit vagy szigorlatait, hanem évközben is keményen kellett teljesíteni. És olyan is benne volt, hogy 7 órakor kezdődtek szemináriumok, előadások. Na most mi egy órára voltunk az egyetemtől Berlinnek egy ilyen másik onnan itt busszal, ezbánnal bebomlizott az ember, ez egy óra volt, tehát lazán fél hatkor kellett kelni. Most ezt itt, akik egyetemisták akariből, Magyarországon azok, egyetemisták, egyetemisták voltak, az lehet, hogy tudják elképzelni, hogy fél hatkor kellett az ember az egy ember bejárjon egyetemre. Hogyan alakult Berlin után az életed? Nagyon sok barátom volt Magyarországon, nagyon sok barátom volt Pécsen, és nekem az az ottani oktatás az annyira nem volt szimpatikus. Tehát akkoriban Magyarországon már teljesen jóval modernebb közösségi ismereteket szereztek a hallgatók, mi pedig még az eléggé hogy amúgy nem elmaradottabb, hanem másabb szemlélet szerint tanultunk, tehát erretivel volt szerencsém olvasni magasztól a tőkét gótbetűs kiadásban. És tehát az ember, amikor látta, hogy itt azért magyar szamályok azért hallanak kényszről, stb. 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 milyen, mélyen belemenni, akkor tudom, te úristen, hát most miért megtanulunk valamit, hazajövök Magyarországra, és semmire sem használni. Egyrészt, másrészt pedig uh, elkezdtem magamnak, saját magam számára nem szimpatikus lenni. Tehát mivel ott kinn mi, és uh, nagyon sok külföldi azt csinálta azt, hogy bekapcsoltunk a nemzetközi kereskedelembe a mi kis szintünkön, tehát volt olyan dolog, ami Magyarországon volt olcsó, és azt kivittük ndk és volt, ami olcsó volt ndk akkor azt behoztuk Magyarországra, például NDK-ból kiváló szalamander cipőket importáltam egy uh, magánimport keretében, és uh, és felvettem egy olyan arcot, egy olyan szerepet, amit ami nagyon, nem lettem, nagyon nem lettem szimpatikus magam számára. Tehát bizonyos szinten az ember anyagilag el volt engedve, és nagyon beképzett és nagyképű lettem. És ez nagyon nem tetszett nekem, ez volt az egyik ok, tehát a tanulás ez, a harmadik pedig az, hogy, hogy részben családi okok miatt is, tehát volt a családban, aki, aki kín volt, édesapának a bátyja belül a hosszabb évig is nem sikerült a házasság, én mindenképpen eldöntöttem előtte, hogy én nagyon szeretném, hogyha a magyar feleségem menne is. Odakin nagyon kevés lehetőség volt erre, és azért is gondoltam rá, hogy tehát itt Magyarországon nagyobb lehetőség lenne arra, hogy az ember olyan, olyan ismerjen, ismerkedjen meg, aki utána le tudja élni az életét. Te és ebből a szuma, szuma, három, nem három, három, tézes, kész, húzni, és vesztegetni. Tenpésre. Felvételiztem, értek, megkérdeztem az egyetemen itt Buda, Pécset, hogy át lehet-e jönni, azt mondták, át lehet jönni, akkor átjöttem ide a János Pernas Tudományi Egyetem közösségtudományi tudományi karára, de akkor ért a hideg hogy itt újból mindent kellett kezdenem. Tehát a, én Berlinben ott a Humboldtban megcsináltam négy szemesztert, négyes átlaggal, nem, fogadt. nem fogadtak el semmit se úgyhogy újból kellett kezdenem az egyetemet. Ez egy, 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 egy kemény harc volt, de ezt akkor sikerült ezt is végfolytatnom befejeztem az egyetemet, közben megismerkedtem a feleségemmel, aki szexuális származású, az apósom már volt itt ebben a székben, vagy jelsz hasonló székben, vendég itt a stúdióban, hiszen őt, őt, ő hosszú gimnáziumnak volt igazgató, az Entei András, és az ő lánya a feleségem, az Entei Adrien, aki, aki oda járt akkoriban az egyetemre a jogi karra, én közgazdász voltam, megismerkedtünk, úgy érzem, hogy egy nagyon erős szerelem szövődött közöttünk, és akkor így ide kerültem szexádra, és új családba nem is volt kérdés, tehát az, hogy utána akár merre ved még az irányt, ez nem. ilyen jó célpontnak tűnt ez nem a város. Mind. Nagyon szimpatikus volt Szexszát számomra, azért, mert egy kisváros, és nagyon emlékeztetett ilyen tekintetben Szeldőnök, hogy ez egy kisváros, az ember most már tíz év után az, az van, hogy végigmegyek az utcán, és nagyon sok emberre tudunk beszélgetni, köszönni, és ezek nekem nagyon fontosak az életben. Tehát valahol ugyanazért vissza, mint ami Szeldőnökön volt, hogy ismer az ember nagyon sok más város városlakót személyesen. Ez Berlinben nem volt meg egy olyan nagy város, és ott az, hogy az ember, tényleg annak is megvan a pozitívuma, de nekem ez sokkal szimpatikusabb. Nagyon szép a, a természeti környezet ennek a városnak. Az emberek barátságosak, feleségem, családja, most már ugye a családomnak érzek, apósomék, anyósom, ha bár ezeket a szavakat én nem szeretem. <hállítan> és sógorom még is nagyon-nagyon aranyosak, és új barátságokra is lehetem, úgyhogy jól érzem magam itt a van két gyerekünk, Jóisten megáldott minket két fiúval, most már ezek nagy gonoszok lesznek. A Máté az tíz éves lesz lassan, Landis pedig nyolc, de nem jól számolok, és mind a ketten ide járnak a hármas iskolába, és nagyon örülök neki, hogy itt, itt, itt folytatják a tanulmányokat. Nagyon aranyosak, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, egy nagy hibát elkövettem, de ezen megpróbálok változtatni, hogy hosszú éveken keresztül kevés időt szenteltem nekik és, és most láttam már mind a kettőn, hogy uh, óriási szükségük van uh, rám. Csak akkor úgy ért alakult az életem, hogy nagyon sok munkám volt, mind a munkahelyemben, mind a képviselésében, mind a sok minden másból, és uh, én ezt uh, mind első rangúnak tartottam a család a gyerekek előtt, és uh, látom, hogy ezért ez egy nagy hiba volt. Tehát most uh, ezt megpróbálom bepótolni. Még nem értem el a célt, de úgy érzem, hogy talán jó úton haladok. Ráad. Csaba, ö, említetted itt az elfoglaltságot, a képviselőséget. Ez a gondolat, ez hogy jött, hogy te megmérettest magad a politikai pályán? Onnak idején eh, Hungária Biztosítónál együtt dolgoztunk, Ácsazső barátommal, és akkor vetődött fel az, hogy eh, itt a Fidesz, az eszmerendszere, a gondolatisága közel állt hozzá, mert mindig is mennyire azt mondom, hogy konzervatív elképzelésen voltak a világról, és akkor Fidesztag lettem, és akkor jöttek a 98-as választások, hát akkor méretűssük meg magunkat, és akkor valamennyire ez akkor még olyan, olyan hirtelen ötlet hát, Jó, hát akkor itt a választások, akkor nyilván mi vagyunk itt a Fidesztag, akkor induljunk. És akkor ott a... Én akkor nem is gondoltam bele, hogy ez, ez mivel jár. Tehát valamilyen szinten teljesen felkészületlenül vágtam bele ebbe a képviselőségbe, hogy ez ez milyen felelősség, milyen feladatokkal jár. És akkor, amikor ott kiderült, hogy sikerült nyernünk, akkor döbbentem rá, hogy hoppá, hát itt ez sokkal többre van szó, mint egy egyszerű státuszról. És utána pedig az elmúlt négy évben pedig aztán végképp rájött az ember, hogy, hogy milyen óriási felelősség és hivatás ez, amit az ember csinál. És ezt is nyilván, hogy becsülettel kell csinálni. És itt az elmúlt négy évben, mint város irányító frakció tagjaként tényleg nagyon sok olyan felelősségteljes is be <laughs> lehet részt venni, ami nagyon-nagyon fontos volt. És menet közben jöttem rá, hogy ez egy nagyon-nagyon jó döntés. Tehát ez, ez fölért egy egyetemmel. Tehát az, hogy az ember teljesen másképpen látja a világot, a világban ö, meghatározó személyiséget, gondolatiságokat. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez egy, még egy egyetem volt számomra, és ez is hozzásegített az, hogy még több embert tudtam megismerni talán még többen megismertek engem is, talán még közelebb kerültünk így jó néhány emberrel egymáshoz, és ez is egy pozitív változást hozott az életemben. Tehát ezt is más, ez jó van, hogy a felelősséggel csinálom, úgy érzem, mint annak idején. Most egy szomorú tény az, ami tulajdonképpen úgymond a képviselői székbe juttatott, hiszen a az elmúlt ősszel történt választások nem voltak ilyen szerencsések számodra. Ezt hogy élted meg, vagy ebben a helyzetben mit látsz másként esetleg? Ez a szomorú tény az, hogy Hasztaci barátunk elhunyt, és ezért kerültem most ismét vissza a képviselői székbe. Jó lehet az elmúlt évben, 2002-ben indultam a választásokon, és 8 szavazattal veszítettem. Én úgy érzem, hogy ez egy kemény munka volt az a választási időszak, hiszen a polgári összefogásnak a kommunikációját kellett irányítani. Tehát magyarul valamilyen szinten ilyen stáb vezető vagy kampány, főnök jellegű munkát töltöttem be, és annak is nagyjából a marketing részét. Én úgy érzem ahhoz képest, hogy az országban milyen hangulat volt ahhoz képest jól szerepeltünk a választásokon. Nekem semmi, de semmi időm nem volt arra, hogy a saját körzetemben valamennyire is a saját magam mellett, idézőjelben mondom, kampányoljak. Te inkább az egységet fogtad Igen, össze. igen, igen, és ebbe az irányba próbáltam dolgozni. Így alakultak a választások, nyilván, hogy én utána nyomban gratuláltam azoknak a személyeknek, akik nyertek, és én, én elmondtam nekik azt, hogy továbbiakban is annak függetlenül, hogy én nem vagyok ott, vagy éppenséggel más Oldalt képviselünk, attól függetlenül nyugodtan számítatnak rá, is, dolgozunk együtt. Tehát most itt, itt nem az a lényeg szerintem egy szintű városban, ha levettem, hogy az ember milyen politikai nézetet van, hanem a város életekét kell nézni. Tehát, hogyha most van azon belül pedig egy körzet, akkor pedig maximálisan azt kell tartani szem előtt, hogy igen, hogyan lehetne előbbre jutni. Egyéb iránt ott abban az időszakban, tehát 2002. októberében. Jó néhány olyan változás volt az a magánéletemben is, amely, amely így, így leke, elkeserített és, és szomorúvá tett, és amiről a beszélgetésünk elején szóltam, az akkor még jobban megerősödött bennem. Tehát akkor én úgy érzem, hogy nagyon sokat öregettem, vagy, vagy keményedtem. Tehát jóval lazább ember voltam én itt egy, egy évvel ezelőtt még, de akkor utána az az időszak akkor nagyon-nagyon megtanított arra, hogy hogy most akkor tulajdonképpen kibe lehet bízni, kik azok, akik az ember mellett vagy mögött állnak, ki az, akiben, akivel meg lehet osztani a nézeteimet, a bizalomba lehet fogadni. Lényeg az, hogy sokkal bölcsebbé tett, érzem az az időszak, és akkor ez is pozitív már vált. Tehát az embernek az egész életében az a lényeg szerintem, hogy minden egyes mozzanat, ami, ami megtörténik vele, amiben részt vesz, az, az, az bölcsebbé Én nem mondom, hogy én most egy bölcs ember vagyok, de igyekszem minden nappal valamelyest okosabb lenni, vagy éppenséggel úgy megélni a napjaimat, hogy, hogy értelmesek legyenek a napjak. Ez, ez korábban nem mindig volt így. Mondhatom azt, hogy egy boldog ember velem szemben? Én egy boldog ember vagyok, igen, boldog ember vagyok, és ebből a boldogságból szeretnék átadni mások számára is. És lehet, hogy ebben a világban ez zavaró, hogy sokan úgy érzik, hogyha az ember közvetlen túlságosan közvetlen velük, akkor ez, ez már, hogy akkor behatolok a privát szférába. Nekem meg ez valamennyire lételem, hogy nem azt hogy behatoljak a privát szférában, hanem az, hogy, és csúnyán mondom, hogy, 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 átadjak abból, ami bennem van. Hát majd Nyitottság, közvetlenség. Igen, 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 és, és, és hogy ezt nem kapom vissza, akkor az rendkívül zavar. Tehát akkor én hajlamos vagyok arra, hogy akkor fölhívogatom a barátaimat, hogy, hogy most akkor haragszol rám, vagy ilyesmi, és mondják, hagyjál már békén, ne Csak minden apró ilyen pillanatra úgy, úgy választok, hogy jaj, Isten, nehogy valami rosszat kövessek el. Tehát ez egy nagy stressz bennem jelen pillanatban is, hogy, hogy nehogy megbánt csak valakit, mert, 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 mert akkor mi történik. Pedig azért ezen a pályán... A, az más kérdés, Politika. hogy egyrészt a politikában, másrészt vállalkozóként is keményebb ne kell lenni. Valamennyire bennem van egy ilyen Artság, tehát egy, egy, két arcú vagyok. Tehát egyrészt van ez a... Én úgy érzem, hogy egy ilyen túlságosan is talán érzelmes ember, mellette meg el kell játszani, és ezt egy, hogyha az ember ilyennel foglalkozik, vannak azok a beingnessek, ezek a szerepek, mert az ember minden ember nagyon sok szerepet játszik az életében. Tehát akkor van egy ilyen arcom is, vagy van egy, egy ilyen szerepjáték, amit el kell játszani az életben. Tehát amikor az ember politikus, akkor a politikus arcát kell mutatni, és politikusként kell szerepelnie. Vagy hogyha üzletember, akkor a megfelelő keménységgel, határozottsággal, és ezt meg is teszem, úgy kell ö, lépni, a piacra, mert másképpen nem lehet érvényesülni. Na most az, hogy a háttérben ezeknek a szerepeknek azért van egy közös nevezője, azért azt nem szabad elfelejteni. Csaba, mi az, ami a jövőben kitűzött cél? Mi az az eszme, az a gondolat, bármi, ami megvalósítása vár mindenképpen? Szeretnék a családommal még több időt tölteni, még jobban átadni a szeretetemből és talán azokból a dolgokból, amit megtanultam az életben a fiaimnak. Szeretnék itt a szexuális családommal még, még szorosabb és még napip kapcsolatot élni. A barátaimat, akik melyek ebben a sorrendbe, akkor a, azokkal a társaimmal, akikkel itt a, együtt küzdünk a mindennapokban, mind politikailag, mind üzleti szinten, bár itt azért komoly barátságok is vannak. Egyáltalán az, hogy hogy értékes életet tudjak élni, és ebből az értékes életből, amit én, én magam fogok megítélni, és remélem azért a szeretteim is, ebből tudjak átadni másnak is értéket. Ez most lehet, hogy demagógnak tűnik, vagy éppenséggel most teátrálisnak. Ez, ez a valóság. Akik ismernek, az úgy is tudják, hogy ez a valóság. A többiek meg a véleménye meg annyira nem számít. Úgyhogy tényleg az, hogy az ember tudjon. Tudjon adni. Én, én, adni szeretnék. Tehát nekem ez a képviselőség nem anyagilag, nem, nem azért volt fontos, mert mert így ezáltal én előbbre jutok, hanem ahogy mondtam az elején is, nekem fontos az életemben az, hogy örömet tudjak okozni, mert ezáltal van nekem is öröm. Tehát most, ha itt tudok tovább haladni az életben, hogy, hogy másoknak tudok segíteni, ez nekem akkora öröm. Tehát nincs már nekem nagy szükségem az életben, meg házam, kocsim, stb. Ennyi. Tehát nem nincsenek olyan különöse vágyaim. És pont az, amire utaltam az előbb, hogy öcsémnek is a, a saját öröme az életben, hogy ő, ő, ő öröm, örömmel él és boldogsággal él abban a szituációban. Én is szeretnék a magam szintjén, ezen a szinten szeretnék örömmel és boldogsággal élni. És ebből részesedjenek azok, akik mellettem vannak. Én csak azt tudom kívánni, hogy ez így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést. A nézőknek megköszönöm a figyelmet, tartsanak velünk a legközelebb is viszontlátásra.